Úgyhogy ez volt az utolsó vers ezzel kapcsolatban. Most pedig nézzük, amennyiben van kérdés, akár ezzel kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, megpróbálom a naptárt valahogy összehozni, vagy pedig akármi, akkor nyugodtan írjátok a kommentbe, gyorsan végignézem, hogy miről van szó. Az, hogy ugye az egyik probléma mindig az, hogy elég, ha illetve az, hogy eltörölte Jahusa vagy Jézus a parancsolatokat, ha ezek után nem egyértelmű, akkor nem. Akkor az az ember nem akarja ezt megérteni. Arról már rengetegszer volt szó, hogy ez nem mindenkinek való, és nem mindenki fogja ezt megérteni. Vagy pedig csak egyszerűen nem most van az ideje. Mint ahogy valószínűleg mondjuk én se lettem volna készen erre 10 évvel ezelőtt. Ez teljesen mindegy, hogy nekünk csak az a feladatunk, hogy amit tudunk, azt csináljuk a legjobb tudásunk szerint. És az teljesen fölösleges, ha az ember megpróbálja meggyőzni a többieket. Nem lehet úgyse senkit meggyőzni. Én ugyanúgy próbáltam ezt csinálni, mint ahogy valószínűleg mindenki más. Egy időben, vagy talán még most is, hogy de ez így van, meg de ez úgy, meg nem törölt el, meg nem lehet enni, meg így, meg úgy. Ez csak és kizárólag ellenségeket fog szülni ez a dolog. Ennek semmi értelme nincs, és csak egy időpocsékolás. Azzal érdemes foglalkozni, aki kérdez, aki érdeklődik, aki szeretne tudni erről többet. Vagy bármi, ez mindenben így. Mikor készen áll az ember, akkor kérdez, és aki kérdez, annak lehet segíteni. Aki nem, vagy aki csak azt akarja, hogy ó, de ne, akkor ez hogy van, meg akkor ez miért mondta, meg akkor ez ellent mond, meg ez hazudik, meg ezt emberek írták, annak az a teljesen fölösleges foglalkozni. Az csak egy időpocsékolás. Nem úgy értem, hogy az egy rossz ember, az egyszerűen csak még nincs készen, vagy soha nem is lesz. És az csak elveszi az ember energiáját. Úgyhogy azok a véget nem érő viták, amiket én is részt vettem, meg amiket látok most, meg amiről az emberek beszámolnak, azok károsak az emberre nézve, hiszen egyszerűen csak azt a vita szellemét ültetik el az ember életébe, az pedig nagyon káros. Mert az átragad aztán minden más területre. A hídgyűlés dolog. Ez ugyanez a kérdés. Azok rengeteg jó ember van, aki esetleg még nincs ott, nincs az idő ott, hogy megértse. De azt nem lehet tudni, hogy az, amit mondunk, vagy az, amit ahogy élünk, vagy az, amit teszünk, vagy az, amit megoszt az ember, vagy az milyen magot ültet be el abban az emberben. És mikor fog az majd a teremtő segítségével eljutni odáig, hogy az ráébred. Ezért fontos az, hogy vitába nem szabad belemenni. Úgy, ahogy az elején, ahogy én is az elején hozzáálltam, az nem járható út. Mert az elidegeníti az embert lehet, hogy egy életre. Míg egy másik stratégiával egész egyszerűen lehet, hogy később, mikor eljön az ideje, akkor visszatérne az az ember. De
Ez az, ahogy én gondolkodom róla erről az egészről most. Nyilván ez az elején nem így volt. Ez nyilvánvaló. Akkor mi van még itt? Igen, a katolikusok imádkoznak a halottakhoz, Máriához is, és gyakorlatilag mindenféle halottakhoz imádkoznak, meg vannak szentjeik, ez ugyanaz. Az érdekes az, hogy én beszéltem olyanokkal, akik azt mondták, hogy nem is tudták, hogy a katolikus 10 parancsolat más, mint mondjuk a református, hiszen nem is olvasták magát a könyvet. Egész egyszerűen csak ültek a misén, hallgatták, és viszlát. De nem olvasták, nem nyitották ki soha. Ami érdekes. Mi van még? Akik elhagyják a törvények egy részét, azok is rossz módon élnek. Így van, így, sőt, hát ezt elmondja ugye még az utolsó könyvben is, ugye Jelenések könyv 22-ben azt mondja, aki hozzátesz, hogy elvesz ebből a könyvből arra minden, arra ezek az átkok szállnak, úgyhogy persze, hogyne. Hát a körülmetés egy ilyen ezek közül, úgyhogy én nekem nem kell ezt, nekem ezt nem kell megindokolni, hogy miért vagy miért nem, ez ő mondta, ez így van, ez akármennyire is fájó, vagy kellemetlen az embernek, az sajnos ez része. Az egy része. Sőt, hát hogy törölhette volna el? Mi lett volna az oka arra, hogy eltöröljön bármit is, mikor megmondta Noé után, hogy a szivárvány jelzi azt, hogy soha többet nem pusztítja el a Földet, és ez az ő szövetsége a világgal, hogyha azt nem törölt el, akkor a körülvetést miért törölné el? Egy-egy szövetség minden egyes emberi korszakra vonatkozik, amire épül a következő. Ugyanúgy, ahogy Ádámmal és Évával volt egy szövetsége, voltak annak szabályrendszerei. Nem úgy volt, hogy csak bedobta őket a kertbe, aztán szabad rablás van ott, azt csinálnak, amit akarnak. Megmondta nekik, hogy ez van, ezek a szabályok, ezt csináljátok. Ha ez így működik, akkor nagyszerű, ha nem, akkor viszlát, és az lett a vége. Ugyanúgy, ahogy megmondta a későbbiekben. Noénak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, megmondta Mózesnek, Dávidnak, Józsuénak, megmondta a megváltó által. Végig megvoltak a törvények, és meg is lesznek. Ha valakit nem metéltek körül gyermekként, akkor arra gondoljon mindenki, hogy Ábrahám 99 éves volt, amikor ez megtörtént, ugye? Teljesen mindegy, hogy az ember hány éves, vagy mikor történik meg. Ez meg kell, hogy történjen, aztán akkor történik meg, amikor éppen az ember elhatározza magát. Ha a felnőtt korában nem akarja, hogy körülmeték, akkor nem részese a szövetségnek. Én ezzel nem tud mit csinálni az ember egyszerűen. Ez csak így van. Hogyha ha a férfi nincs fizikálisan körülmetélve, az megszegte az ő szövetségét. És az nem jó. De erre, és keresem most a verset erre pontosan, de ez 1 Mózes 17-13. Szerintem ennél egyeteműbbé nem teszi semmi. Körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett. Házadban született és a pénzeden vett. Örökké való szövetségű lesz az én szövetségem a ti testeteken. Körülmetélt a férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágatatik az ő népe közül. Miért? Mert felbontotta az én szövetségemet. De egyébként van erre még más
Más is, de hát ez egyértelmű, van több, úgyhogy aki nem hajlandó erre, az még később eldöntheti, hogy meg ez fölösleges az, ne, ezért mondta apostolok 15-be azt hiszem, hogy ne egyen vért, ne egyen fulvaholt állatot, ne a bálványimádást hagyja be, és ne paráználkodjon. Ezzel kezdje, és utána haladjon tovább szépen, és tanulja meg, hogy mik a... És aztán, mikor eljut a hitben olyan szintre, akkor meg akarja majd csinálni, mert rájön arra, hogy mi ennek a jelentősége. És hogy milyen... Hogy mondjam? Ez egy olyan dolog, amit nem... Ezt nem fogja tudni megmásítani, ez a lényeg. Szóval ez egy, amikor eljut a elhatározás, akkor megcsinálja. Ha nem jut el, akkor meg nem jut el. De miért ne jutná? Az a baj, hogy mindenki a vég célt próbálja, hogy én tökéletes akarok lenni holnap. Hát nyilván én is, meg mindenki, de ez egyáltalán nem így működik. Ugyanúgy, ahogy ő türelmes volt velünk, mikor mi azt tudtuk, hogy miket csinálunk, akkor most, amikor mi szeretnénk már tudni mindent egyből, az első nap, akkor nekünk is türelmesnek kell lennünk, és el kell fogadni azt, hogy ő tesztel minket így, hogy tudja, hogy merre van az emberek szíve. Ugyanúgy, ahogy tette azokkal, akik kijöttek Egyiptomból, és vezette őket a pusztában, hogy megtudja, hogy hol van a szívük. Mikor megmondta nekik, hogy ne gyűjtsék a mannát szombatnapon, ennek ellenére voltak olyanok, akik ott volt a fél csapat, gyűjtötte a mannát szombaton. A szombatnapon. Meg akarta tudni, hogy hol van a szívük, hogy milyenek azok az emberek. Ugyanúgy van ezzel is. Az ember járja az utat, tanul, és aztán ahogy nő ebben, akkor elhatározza, hogy ő már pedig be akarja meríteni. Meg akarja csinálni a bemerítést, mert ő része akar lenni annak a szövetségnek. Aztán egy férfi eldönti, hogy ő része akar lenni ennek a szövetségnek, mert eljutott odáig, hogy érti ennek a jelentőségét, és szeretné, hogyha ez megtörténne. Ezért mondta Saul, hogy ne azzal kezdjék, hogy mindenkit visznek körülmetélni, mert akkor az emberek össze-vissza fognak szaladni. Hogy őket ez nem érdekli. Ezért mondta azt, nem azért, mert ez nem, erre nincs szükség, erre az egészre. Így van. Az, hogy nekünk mi imponál, most az a kapcsolatban, hogy a körülmetélés nem imponál, az jelentéktelen. Ez egyáltalán nem arról szól, hogy mi mit gondolunk, vagy hogy nekünk mi tetszik, vagy mi nem, vagy én egyetértek ezzel, vagy én egyetértek azzal. Ez vagy az egész, vagy az egész, vagy nem. Úgyhogy itt nem nagyon van választási lehetőség ebben az egészben. Ez egyébként nem csak azok a zsidók csinálják, ezt mindenki csinálja, aki részes akar lenni ennek a szövetségnek, és érti ezt mind a mai napig, többek közt csinálják a muszlimok, meg csinálják nagyon sokan mások. De mindegy is a körülmetésre, mert annyiszor volt szó, hogy rengetegszer, rengetegszer. Sőt, hát több órányi, legalább 5 órányi videó van erről, az összes vers ott van, amit én találtam. Ez egy olyan kérdés, amiről nincs is értelme beszélni. A református katolikus tízparancsolatban, katolikus tízparancsolatban nincs benne a szombatnap például. Ott úgy van, hogy egy napot tartson meg, azt hiszem, de megkeresem, mert már most kíváncsi vagyok rá, hogy valóban hogy van. Azt hiszem, nincs benne a katolikus tíz parancsolatban nincs benne a szombatnap, hanem helyettesítve van
egy általános, hogy az Úr napjával, vagy nem tudom, azzal a pogány dologgal, ami ott van. Ugye az első az a Yahuwah Elohimet imád, és csak neki szolgálj, Elohim nevét hiába nevedd, gondolom a szádra, Yahuwah napját szenteld meg, ugye nincs benne a szombatnap, ez a hármas mellesleg, míg az eredetiben a négyes, a szombat, a bálványimádat egyáltalán nincs is benne, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, különben ugye gyakorlatilag megszűnne a katolikus egyház, hiszen az az egész erre épül, a különböző bálványokra. Az Úr napját szentel meg, ugye az Úr napja, annak ők az Úr napjának hívják, ez a vasárnapi dolog. Atyádat tiszteld, ne ölj, ne paráználkodj, hogy ne lopj, ne hazudj, fel a barátod házastársát ne kívánd, mások tulajdonát ne kívánd. Ne paráználkodj, hogy és a fel a barátod házastársát ne kívánd, az két külön parancsolat. Szóval így néz ki nagyjából a katolikus 10 parancsolat. Míg az eredeti az 2 Mózes 20, azt hiszem. De megnézzük. 2 Mózes 20, meg valahol 5 Mózesben is benne van. Igen, 2 Mózes 20, és szól Elohim mindezeket az igéket mondván, én vagyok Yahuwah, te hatalmasságot kihoztalak Egyiptom földjén, ne legyenek néked idegen isteneid, hatalmasságod, de én előttem, stb. Stb. 2 Mózes 20, az, ahol a 10 parancsolat van. A körülmetéléssel kapcsolatban egyáltalán nem olyan nagy dolog, úgyhogy én igazából nem értem, hogy miért. Főleg nőknek, hogy miért olyan nagy dolog. Miért olyan nagy kérdés az, mikor nőnek ez elég egyszerű. Ja igen, hogyha kitör a káosz. Igen. Ha kitör a káosz, akkor mit kell csinálni? Ja igen, emlékszem már, jó, értem. Hát igazából attól függ, hogy hol ér a káosz éppen. Melyik területén a világnak, vagy egyáltalán, hogy lesz-e lehetőség menni, mert erről a káoszosdiról már volt szó az egyik előző részben, amikor arról volt szó, hogy ugye Máté, ahogy írja, azt hiszem Máté 24 volt talán a háborúk, meg a háborúk híreivel kapcsolatban, hogy mi a, igen, az az egyik. Ugye hallottok kell majd háborúkról, háborúk hírei. Ugye az a kérdés, hogy hol leszünk éppen akkor, hogyha egyáltalán ugye lesz-e lehetőség menekülni, mert azért először csak lesz egy-két háború, és hogyha már háború van manapság, akkor ott már elég nagy a probléma. De szerintem most úgy gondolom, az alapján, ameddig eljutottam, hogy van egy szint, amikor az ember megérti azt, hogy egyrészt fontos az, hogy a parancsolatok szerint éljen, azonban a következő lépés az, hogy megtalálni magát a naptárt, megtalálni magát a helyes körforgását a dolgoknak. Ez elengedhetetlen ahhoz, a következő lépéshez. Az egy dolog anélkül lehetetlen betartani a parancsolatokat. Hiszen az szerves része annak. Nem csak az eredeti szombatnap, hanem akkor már az összes ünnep, az a 7 ünnepnap, ami van, ugye ami 3 Mózes 23-ban le van írva, azok az ünnepnapok, valamint az összes többi ünnepnap, amik nincsenek benne a 66 kanonizált könyvben, amik a
első hónap, a negyedik, hetedik, tizedik hónap első napja, az is ünnep, akkor az új hold, ami valószínűleg az új hónap első napja, szóval ezek mind ünnepek lennének. Plusz a négy úgymond szökőnap, a két leghosszabb nap, plusz a két azonos éjszaka, hogy hívják, napi egyenlőségek, meg a leghosszabb éjszaka, a leghosszabb, az a négy nap. Szóval ezek mind megemlékezések lennének. Viszont nem tudjuk, hogy mikor van, mivel senki nem követi ezt. Én viszont számára ez fontos lenne. Úgyhogy én úgy értelmezem most, ahol ameddig eljutottam, hogy fontos lenne az, hogy megállapítsuk, hogy jó, akkor ez van, így van az év, ekkor kezdődött, és így haladnak a napok. Ez lesz, ez az ünnep, és azon az úton járunk, úgyhogy hogy nem úgy, hogy jaj, hát majd én eddig jutottam, azt így tudom, vagy úgy tudom, hanem hogy igenis, akkor ezt kikutatni. De persze ezt majd megmutatja mindenkinek, amikor úgy gondolja, hogy az az ember eljutott arra a szintre, hogy egyrészt megérdemli, másrészt meg, hogy egyáltalán szükséges számára. De az, hogy hol vagyunk, az szerintem nagyban fog függni attól, hogy milyen naptárt használunk. Ez szinte biztos. Mert nem véletlen, hogy azok az ünnepek vannak, amik vannak a naptárban. És úgy, ahogy vannak. Szóval, hát, hogy mondjam, ez egy nehéz ügy. Főleg most, hogy ugye állandóan spréznek, és nem lehet látni semmit, de nem is tudjuk, hogy mit kéne nézni. Mert igazából nem értünk hozzá. Úgyhogy ezért osztottam meg azokat a videókat, amik erre vonatkoznak, ott láttátok magát a nem tudom mi az a sundial, vagy napóra, vagy minek mondják, azt, hogy használják, hogyan lehetne. Hogyan lehetne a megállapítani. De egyébként, akit érdekel, elmondom, hogy gyakorlatilag egy-két napnyira vagyunk attól, hogy tudjuk, hogy mikor kezdődik az év. Én úgy gondolom. Azok alapján, amiket láttam, videókat. Egy-két nap lehet az eltérés aközt, ahogy majd megmutatom, megosztom a naptárt, és akkor mindenki eldönti, hogy hogyan akar haladni, de azért nem tettem még meg, mert nem tudom. Szóval még magam sem tudom pontosan. Annak ellenére, hogy a múltkor már volt róla szó, de nem tudnám azt mondani, hogy így van. Hogy ez az, ez a helyes. Mert közben már néztem egy másik verziót, ott meg esetleg egy nap eltérés van. Szóval nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy melyik az első nap. És ha megvan az első nap, onnantól kezdve megvan mind, és megvan, meg lenne mind örökre. Hiszen az év 364 nap. És nincsen eltérés soha. Úgy nincsen, hogy ez így van. És 364 nap múlva visszaáll. Visszaáll ugyanúgy a kezdeti stádiumba az év. És újra kezdődik az egész. Most Énok könyve van előttem. Ha esetleg valakit érdekel, megosztom. Bár már a múltkor volt erről szó. De itt van. És nem is tudom, hogy talán a 72-es. Most próbálom hirtelen megkeresni, amit mutatni akartam. Igen. Pillanat. Igen. Ez a 72-es fejezet. Ugye ez a maga az asztronómia könyv, a hármas könyv, 72-es
32-es fejezet, ahol is a 33-as vers így szól, az éjszaka és a nappal hossza, illetve rövidsége a nap járása szerint változik. Ezért nő napról napra az útja, ezért nő éjszakáról éjszakára. Ez a nap törvénye, útja és visszatérése. 60 szor tér vissza és kel fel, ez a nagy világító, melyet örökre, örökkön-örökké napnak hívnak. Az, ami felkel, az a nagy világító, melyet megjelenése miatt hívnak úgy, Jehova parancsa szerint. Ahogyan felkel, úgy tér nyugovóra, nem csökken fényereje, nem nyugszik, hanem éjjel-nappal futsz fénye 7-szer több, mint a hold fénye, de kették mérete megegyezik. Ugye, az előző versben pedig olvashatjuk azt, hogy mi az utolsó nap. És ez így szól, ezen a napon, az évben, ezen a napon ismét rövidül az éj, 9 rész lesz, 9 részből áll a nap is. Ugye akkor abban az időben 18 rész volt egy nap. Erről beszél a megváltó is, mikor mondja, hogy nem 12 óra van egy nap. 12 óra, hiszen ő nyár végén, illetve márciusban volt a... Ja, bocsánat, nem. Akkor azt hiszem nyári időpont volt, valamelyik ünnep volt talán, mikor ezt mondta, de nem tudom pontosan. 12 óra egy nap, és akkor ugye pont hosszabb volt a nappal része, mint az éjszaka. 12 óra volt a nap, 6 óra volt az éjszaka, de nem egy óra vagy egy óra, hanem úgy, hogy mi 24 óránk 18-ba volt leosztva nekik. Ezért mondja azt, hogy 9 részből áll. Az éj 9 részből a nap. Egyenlő lesz az éjjel és a nappal. Az év napjainak száma pontosan 364 nap. Ez Énok ismét. Úgyhogy mikor azt mondja, hogy ezen a napon ismét rövidül az éj, 9 rész, az 9 részből áll a nap, ezen a napon egyenlő lesz az éjjel és a nappal, ez az év vége, az év napjainak száma pontosan 364 nap. És a következő nappal indul az év. Úgyhogy ez az, ami gyakorlatilag most volt. És nem csak arról van szó, hogy a fény azonos, hanem arról van szó, hogy mikor halad át a nap az egyenlítőn, és mikor van legközelebb ehhez a eseményhez, amikor azonos az éjjel és a nappal, illetve amikor a csillagok bizonyos állásban vannak. De hát ez mind olyan dolog, amiről ugye fogalma sincs igazából, hogy hogyan kellene megvizsgálni, hiszen nem foglalkoztam soha az asztronómiával, már most már ismerem legalább a szót. De... Szóval ezek annyira nem egyszerű dolgok. Viszont a holdnaptár egyértelműen nem működik, szóval... A holdnaptár az 354 nap, míg a nap, a szoláris év az pedig 364 nap, de most már megnézzük pontosan, hiszen 364 nap, az pontosan 52 hét, 7 nappal osztva. 364 nap, az 52 hét pontosan, úgyhogy nincs 365 nap, vagy 366 nap. Viszont 354 nap, ami a hold év, ugye 10 nappal kevesebb, az 59, amennyiben 6-tal osztható. Úgyhogy már maga az a tény, hogy 6-tal lehet osztani, az sem igazából bátorítja az embert, hogy 7 helyett 6, de az egyértelműen nem működik. Szóval aki a holdnaptár szerint halad, és azt figyelgeti, hogy mikor van új hold, meg az első fény, meg a második, meg az akármi, és akkor az nem működik majd, hiszen akkor minden 3 évben egy 13. hónapot hozzá kell adni,
mert egy évben 10 nappal rövidebb a hold év, mint a szoláris év, úgyhogy nem tér vissza, és ezért a hold év nem működik. Szóval azok, akik a holdat veszik alapul, az nem, az téves az a fajta számítás. Úgyhogy ehhez a nap évet kell. Azt nem tudjuk számolni. Úgyhogy ennyi a naptár dologgal kapcsolatban. Igen, visszatérve arra, hogy hol kellene lennünk, azt nem tudom, hogy hol kellene lennünk. Inkább azt tudom, hogy ahol vagyunk, éppen ahol a káosz kezdődik, és ahol vagyunk, ott érdemes az instrukciók alapján élni, a Tora instrukciók alapján élni. És akkor nem lehet probléma igazából. Meg a másik az, hogy már így befejezésül, hogy ha bár ez durván hangzik valószínűleg, de az egész káoszt nem feltétlenül túlélni kell. Egyébként. Akármennyire is durván hangzik, de magát a káoszt nem feltétlenül túlélni kell. Az a lényeg, hogy mindvégig az ember kitartson emellett, ahogyan azt írja az írás. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Úgyhogy igazából az fontosabb, mint az, hogy esetleg az ember túlélje. Valószínűleg annyira azért nem lesznek sokan, akik túlélik, mint amennyi ember van a világon, ahhoz képest. Úgyhogy most az, ki kerül bele, vagy ki nem, az kérdéses. Viszont az biztos, hogy amennyiben az ember kitart ezen az úton, akkor igazából nagy problémája nem lehet akkor sem, hogyha esetleg nem éli túl. Sok rosszabb az, hogyha túlélésre rossz oldalon végzi, mint az, hogy nem éli túl. De hogy mit lehetne csinálni, hogy jó legyen, hát az nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy a berendezkedni, úgy leásni az embernek magát, úgymond az nem valószínű, hogy egy jó ötlet. Sőt, az szerintem egy kifejezetten rossz ötlet, de mindenképp érdemes berendezkedni valamennyi hónapra legalább. Egy olyan 3 hónap, fél év az jó ötletnek tűnik. Mert azért annyi idő alatt csak szerez valamit valahonnan az ember közben, hogy legalább így áttengellengen. De így évtizedekre meg az fölösleges. Szerintem. Bár ártani nem árt, csak esetleg fáj majd az ember szíve, hogyha ott kell hagyni. Vagy ha más eszi meg, de amúgy ennyi csak erről. De fogalmam nincs, hogy lesz, vagy mint lesz nyilván. Az biztos, hogy érdekes az, hogy alakul a világ most. A maguk a hírek, meg az események, amik történnek a világban. Az mindenképpen érdekes. Valószínűleg mindenki így szemléli ezeket a dolgokat. Most egyrészt a londoni dolog, másrészt meg minden más. Minden más. Hát haladunk közelebb oda, ahova tudjuk, hogy előbb-utóbb eljutunk. Még annyit, hogy akik azon, esetleg az, hogy mennyi idő lehet még hátra, és én most igazából mindegy olyan értelemben, hogy minél több, annál jobb. Minél több, annál közelebb tudunk kerülni, annál több mindent tudunk meg, annál jobban rajta lehetünk a keskeny úton. Úgyhogy minél több idő van, annál nagyszerűbb. De ha figyeli az ember az eseményeket, akkor 2030-2040 az az időpont, amire már egyértelművé teszik,
hogy ők szeretnék a változásokat. Egyrészt ugye maga a mesterséges intelligencia területén ez a singularity, amikor a számítógép eléri az ember agyának kapacitását, illetve lehetővé válik az, hogy valamilyen formában az emberi tudatot feltöltsék a számítógép. Legalábbis ez az, amit ők mondanak. Én nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy sem. Az a lényeg, hogy ezt mondják. Ha azt 2040-45-re teszik, plusz az Egyesült Nemzetek 2030-ra tervez, illetve maga a genetikai manipuláció, ami történik, meg a robot technológia, vagy ezek a dolgok, amik a világban zajlanak, ez olyan 2030-2040-re fogja elérni azt a stádiumot, amikor már egyértelmű lesz az, hogy lesz egy réteg, egy szűk réteg, akinek ehhez hozzáférés lesz, a többi meg majd csinál, amit akar. Úgyhogy ha az 2030-2040, akkor nyilván nem úgy lesz, hogy 2035-ben majd beindul az egész káosz, hanem az oda elvezet egy út, és az 18 év. Úgyhogy az átmenet, már ha azt nézzük, hogy most mi van, és hogy hova kell jutnunk, akkor ez ennél csak rohamosan rosszabb lesz. Még a szerencse, hogy itt nincs ilyen világ. De hogy ez miért van, azt nem tudom. De az a lényeg, hogy az átmenet meg kell, hogy történjen, én úgy gondolom, addig az időpontig, ha egyáltalán van annyi idő. Ha egyáltalán van annyi idő. 2035-2040-ig. De az biztos, hogy akkorra a helyzet tartatatlan lesz, hiszen már most is az. De nehéz elképzelni, hogy még 100 évig így menjen, ahogy most megy. Úgyhogy én ezért mondom, hogy 2030-2040 az az időpont, amikor azok alapján, ahogy én értem, amik történnek a világban, azok így odáig fajulnak, hogy már akkor kaotikus lesz az állapot. Már ha ezt most még nem annak hívjuk. Hát ennyit mára, és ha nincsenek kérdések, úgyhogy én hagyok mindenkit békén, és még annyit, hogy nem tudom, próbálkozom, ez most így alakult, a múltkor másmilyen volt az egész menete ennek, majd meglátjuk, hogy melyik az, ami működőképes hosszú távon. Ha bárkinek valami hozzászólni valója, hogy véleménye van, az nagyszerű lenne, mert akkor tudnám, hogy mit gondolnak az emberek, de ezt nem tudom kikényszeríteni az emberekből. Jaj, ez a reveal hidden reality dolog, ez borzasztó. És tudom, mit mondjak. Nem is akarok erről szót és ejteni igazság szerint, de ha már itt feljött most, akkor annyit elárulnék, hogy ez egy tökéletes téma volt a mai rájuk vonatkozóan, amiről ma szó volt. Ez tökéletes volt. És pontosan rájuk vonatkozik. De egyébként szót sem érdemelek. Már nem azért, mert rossz emberek, hanem ebből a fajtából rengeteg van. Amit ők mondanak. Szerintem jó szándékúak, legalábbis amennyire én hallgattam, meg nincs is velük semmi bajom, de azon kívül, hogy amit így képviselnek, az egyfajta keresztény tanítás. Egy ilyen hibrid, de végül is keresztény. Mindenki, aki nem követi a Tora instrukciókat, az rossz úton jár. Tora instrukciók és a megváltó hite. Ez a két dolog az, amire szükség van. Az egyik, a másik nélkül nem ér semmit. Bármennyire is hisz az ember a megváltóban, ha nem járja az utat, az nem ér semmit. Akármennyire is követi az ember a parancsolatokat, ha nincs meg benne a hit,
az ugyanúgy nem ér semmit. Úgyhogy mindenki, aki más mond, az hazudik. Ez ennyire egyszerű. Ez kiderült a mai versekből. Én ehhez nagyon keveset tettem hozzá, csak felolvastam. Ezt látta mindenki magának. Aki ezt másképp akar értelmezni, annak sok szerencsét. De ő nem változik meg, megmondta. Amit megmondott, az nem tűnik el. Ézsaiás 55:10, ezt ajánlom mindenki figyelmébe, és Malakiás 3:6. Nem változik meg, és a szava nem tér vissza hozzá üresen, dolga végezetlenül. Amit megmondott, az úgy lesz. Ami megmondta, hogy az egy örök szövetség, az egy örök szövetség. Ő nem gondolja meg magát, nem, ő nem egy ember, hogy meggondolja magát, vagy megváltoztassa azt, amit kitalált. A parancsolatot kitalálta az elején, a kezdetek. Képzelje mindenki, hogy az ünnepek ugyanígy vannak a mennyben is. Ezért mondja azt, hogy jöjjön a te országod, miként a földön, miként a mennyben, úgy a földön is. Miként a mennyben, úgy a földön is. Ahogy ott csinálják, úgy csináljuk itt is. Ha mi akkor csináljuk, amikor kell, azért vannak a csillagok az égen, meg a nap, hogy mutassák nekik, hogy ők mit csinálnak ott. Nekünk mit kéne csinálni? Szépen megtanulja az ember, csinálja, ugyanazt csináljuk itt, mint ott. Így egy a család. Tehát miért is olyan nagy dolog ez? Miért is kell lázadni mindenképpen ezek ellen a dolgok ellen? Akkor ki az, aki túlságosan szereti a világot, ha nem az, aki a világ útját akarja járni, vagy félig meddig azt az utat akarja járni. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a föld lapos. Akinek esetleg nem tűnt volna még fel. Ez van. Úgyhogy akármennyi videó, ezek rólad beszélnek, vagy ezek erről beszélnek, vagy néznek ezt, ez ezt bizonyítja, egyik sem bizonyít semmi. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak, teljesen mindegy, hogy milyen képet mutatnak, vagy akármi. Az írás egyértelmű. A föld mozdulatlan és lapos. És ő felülről figyeli, úgy, ahogy leírja, és az emberek mind sáskák ő előtte. Azért, mert úgy nézi, mint egy teráriumot. Így van kitalálva az egész. Nem úgy, hogy ő ott pörög, forog, fölül. Úgyhogy ez van. Ez van. Yes. Ezt ő teremtette, ezt ő mondta meg, hogy ezt, hogyha ez a körülmetélésre van szó megint, akkor ez az ő, ezt ő így akart. Én nem tudom, hogy miért. De az biztos, hogy ő ezt mondta. Hogy ez az ő szövetsége. Úgyhogy ő ezt akarja. Nem minden, amit megteremtett, az hogy mondjam, mindenek volt célja. Mindenek volt célja, de nem mindent azért teremtett, hogy úgy maradjon, ahogy van. Vagy hogy mi megegyük, mint a disznót. Hogy jaj, ezt is ő. Tehát persze, de hát megmondta, hogy ne. Úgyhogy ő így döntött, hogy ez lesz az ő szövetsége. Szerintem ehhez kell egy kis idő, amíg az ember tanulmányozza, meg járja az utat, közelebb kerül, és akkor így megérti összességében véve, hogy miért szeret, vagy miért ez az, ami. Plusz a másik az, hogy nem véletlenül mondja, hogy a test és a szív körülmetélése. Most a szív körülmetélése az mi? Az hogy ez a kettő együtt kell. A hit cselekedetekkel párosul. Ábrahám hitt, és ez neki igaz, ez neki ez eredményezte azt, hogy őt úgy hívták, hogy Elohim barátja. Mert hitt, és úgy élt, feláldozta volna a fiát. Szóval nem az volt, hogy mondogatta, hogy ő hisz, meg hogy nekem mindenem Elohim,
hanem mikor azt mondta, hogy indulj meg, akkor megindult, mikor azt mondta, hogy áldozz fel, akkor feláldozta volna. Ez a hit. Ennek ez egy része. A Biblia fordításról már volt szó, hogy működik, teljesen mindegy. Ennek ellenére eljutottunk idáig, mindenki, aki még most itt van, meg rengeteg más ember a világon, hogy így vagy úgy vagy amúgy fordították. Teljesen mindegy. Ha ő akarja, megmutatja a kínait, és megértjük, ha meg nem, akkor meg, mint ahogy a legtöbb ember úgy tűnik, még ezt se érti meg, mert egyszerűen ezt majd eldönti Jehova. Ki az, akinek megmutatja, meg mit, meg ki mit ért meg. Nekünk csak járni kell az utat, és akkor úgy fogja látni, hogy ezeknek megmutatom. Mint ahogy mondta, hogy mit csinál, ő azt nézi, hogy ki az az emberek fiai közül, aki keresi, hogy hol van Elohim, és mi az ő útja. Ez az, amit csinál. Ezért nézi onnan fölülről a lapos földet, a tetejéről, a kupoláról nézi. Mint ahogy logikus is. És figyeli, hogy ki, hogy mit csinál. És hogy járja ezt az utat, vagy próbálkozik. Még akkor is, ha nem találja el, vagy nem érti, vagy nem jól csinálja, de legalább próbálkozik. Majd megmutatja neki időben, hogyha járja az utat. Ez az egész folyamat lényeg. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat is, jó éjszakát, és köszönet Jehovának azért, hogy megmutat ennyi mindent. Én szerintem ez nagyszerű, hogy mikor az ember érti ezt, és tudja, hogy rajta van az úton, és hogy vele van Jehova, az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy ez nagyszerű. Mindenkinek a legjobbakat az, aki esetleg ír egy véleményt, vagy bármit, e-mailt nyugodtan írhatok akármit, hogy miről legyen szó, vagy bármi, az nagyszerű. De így is nagyszerű, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, halleluja, jó éjszaka! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!